Reneszánszát éli ma Magyarországon a kiemelt és magas ágyás, hiszen az embereknek szükségük van a saját maguk által előállított zöldségnövényre, fűszernövényre. Erre ad megoldást a Leyer Durizol magas ágyás. Nézzük meg ezt a gyakorlatba. Első lépésünk a magaságyás helyének kiválasztása. Fontos, hogy szélvédett, napsütötte helyet válaszunk. A Leyer magaságyással könnyű dolgunk van, mert különösebb alapozást nem igényel. A vízszintes felületek kialakítása után jöhetnek a durizol elemek. Ezek hígbetonnal átitatott faaprítékból készülnek. A Leyer egyedi fejlesztésének előnyei páraáteresztő, fagyálló, természetes anyagból készülnek és könnyűek. Nagy előnye a durizol rendszernek, hogy könnyen és sokféle formában építhető. Mi most egy U-alakot építünk. Elkészült a forma, jöhet a rétegezés. Az első réteg durva faapríték. Második réteg a kerti karbantartásból, metszésből, gyomlálásból, átütetésből származó növényi részek. Ezeket itt szépen elhelyezzük egyenletesen. A harmadik réteg pedig friss, fűnyesedék, vagy éppen a fölszedett gyepszőnyek fejjel lefelé. A negyedik réteg az érett komposzt. Az ötödik, legfelsőbb réteg palántaföld vagy virágföld, természetesen szerves trágyával keverve. Most, hogy befejeződtek a férfias munkálatok, szükség van a gondos női kezekre. Anita, mit hoztál? Eprelt paradicsomot, paprikát. Szerintem kezdjük is az ültetést. Kérlek, helyezd! A palánta beültetés után pedig locsoljuk meg őket. Így épül meg a Leyer Durizol magaságyás, mely praktikus, környezetbarát és könnyen megépíthető. És kényelmesen használható.